Sziasztok, én Pósfai Orsolya vagyok, és ez itt a 2022, a Mérce választási villáminterjú sorozata. A héten szakértők mondják el, hogy valóban demokratizálja-e az ellenzéki politizálást az előválasztás 2 perc 22 másodpercben. Nyilván az előválasztás, mint intézmény, ez nagyon problematikus, de én azt gondolom, hogy abban a helyzetben, hogy van egy csomó párt, akik nem ugyanazt gondolják a világról, és van egy csomó ellenzéki szavazó, akik láthatóan az elmúlt 10 évben nem ugyanazt gondolták, és van egy választási rendszer, amelyikben meg nem nagyon maradt más mozgástér. A pártalkuk nyilván nem oldhatják meg ezeket a problémákat, a választásokon pedig automatikusan veszít az ellenzék, hogyha a belső meccseit nem játszol ekkorában. Én így nem nagyon látok más lehetőséget arra, hogy egy valamilyen demokratikus folyamat legyen, és ugyanakkor politikailag hatékony is legyen. Az elmúlt 11 évben az is kiderült, hogy nem képes a magyar társadalom fele az egy olyan politikai mozgalmat indítani, ami nem a korábbi ellenzéki pártokra épülne, és a semmiből felépíteni valami teljesen új dolgot. Kénytelenek az eddigi ellenzéki pártok infrastruktúráját felhasználva csinálni valamit. És ilyen értelemben ez elkerülhetetlenül konzerválja ezeket a pártokat. Viszont nem is akarom letagadni azt, hogy azért az nagy teljesítmény. A választók részéről is szerintem, a civilek részéről is, az ellenzéki pártok részéről is, hogy eljutottak oda, hogy természetesen senki nem ugyanazt akarja, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk a Szikra mozgalomnak az alapítói egy egészen más világot szeretnének, mint a Jobbik, vagy mint a Momentumosok, és ez teljesen természetes, és egy tragédia, hogy ezeknek az embereknek egy komoly politikai versengés helyett inkább egy ilyen előválasztásban kell résztvenniük, de ugyanakkor meg mégis ezek az emberek képesek a rövid távú érdekeiket is, és a hosszú távú érdekeiket is megpróbálni összhangba hozni azzal, hogy egyszerűen muszáj közösen csinálni dolgokat. Mert az nem jó, hogyha az embernek egyedül van igaza, vagy legalábbis szerintem nem arról szól a politika, hanem hogy együtt csinálunk valamit, amitől dolgok jobbak lesznek. Szűcs Zoltán Gábor volt a 2022 vendége, a sorozat többi részét megtaláljátok a Mérce YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Kövessetek minket ezeken a felületeken, és ha tehetitek, támogassátok a Mércét!